Sziasztok! Ez nem egy újabb vlog epizód, igazából nem is egy kérdés-válasz videó. Vagyis pontosabban, de ez egy rövid kérdés-válasz videó, viszont most én szeretnék tőletek kérdezni. Elsősorban a filmes utómunkásoktól. Tökre érdekelne az, hogy amikor hosszú határidős munkátok van, vagy munkáitok vannak, ami azt jelenti, hogy 14, 16, 18 óráztok, több napon, héten keresztül, és akár több ilyen munka is van egymás után, ergo embereket nem láttok, nem jöttök ki a stúdióból, négy fal és monitorok, az ami igazából körülvesztiteket. Utána, hogy töltöttök fel? Tökre érdekelne ki, hogy töltődik fel utána. Én speciál, hogy rögtön a saját kérdésemre válaszoljak, nem hazudok, nekem társaságra van szükségem, nekem el kell mennem a barátokkal, nem feltétlenül a berúgás a lényeg, emberek között legyek, beszélgessek, hangzavart halljak, erre jó egy koncert, jó egy kocsma, egy bár, egy vacsora haverokkal, ez mondjuk ritkább. Nekem például erre van szükségem, és úgy érzem, hogy rettentően fel tud tölteni egy ilyen dolog, amikor tényleg napokig embereket nem látsz, napokig be vagy zárva, mert tudod, hogy határidő, az szent és értetetlen. Na, kíváncsi vagyok, hogy jönnek-e kommentek alá, mert tényleg érdekelne. Ki, hogy próbálja ellensúlyozni a bezártságot, a stúdióban töltött időt. Szevasztok!